És Tamás, hol lesz a high-fly öt év múlva? Akár szervezetileg, vagy kulturálisan, akár nem tudom, pénzügyileg, vagy az is egy kérdés, hogy milyen mutató szerint méred a jövőt, vagy határozod meg a jövőt. Amikor egy ilyen kérdést kapsz, hogy hol lesznek öt év múlva, akkor egyáltalán milyen dimenziókban, vagy paraméterek mentén gondolkodsz. A dolog pikantériája, hogy nekem az eredeti szakmám, 10 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt még adatbányászatnak hívtuk, most már inkább data science. Ami arról szól, hogy, hogy ennek a munkának egy része arról szól, hogy megpróbáljuk múltbeli adatok alapján prediktálni a jövőt, és erre mindenféle modelleket hozunk létre, és, és megmondjuk, hogy mi lesz a jövőben. Ennek ellenére mindig zavarba jövök attól, amikor valaki egy ilyen időtávra kifeszített kérdést tesz fel nekem, hogy mi lesz a év múlva. Ez egy kényelmesebb időtáv. Igen, úgyhogy mi lenne egy kényelmesebb időtáv. Három év. Egy, egy, egy valahogy egy egy és három év közötti időtáv, de az öt évet is megpróbálhatjuk. Tehát én azt látom, hogy a, a, a High Fly Labs, tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan foglalkozásunk van, az adatok és egyébként az alkalmazás fejlesztés, ami egy, ami egy nagyon modern, divatos és uh -huh. hát ilyen fókuszban lévő terület. Ezért azt gondolom, hogy hogy ez, ez az ökoszisztéma növekedni fog. Ami, és nem számszaki értelemben szeretném kifejezni, hogy hogy fog növekedni. Mondhatnék milliárdos nagyságrendű számokat, de nem, nem ez motivál igazából. Engem az érdekel, hogy hogyan lehet olyan a jelenlegi méretünknél nagyobb ökoszisztémát csinálni, ami, ami ugyanígy bizalmi alapon, ugyanígy. Uh, ugyanilyen alapelvek mentén működik. Tehát most vagyunk 125 130-an, hogyan kell 200 fős céget csinálni, 300 fős céget csinálni, ami ugyanilyen elvek mentén működik. Sok, sok CEO-val beszélgetek, és sok mintát látok, és szakirodalmakat olvasok. Nem ez a tipikus, hogy mondjam, kultúra, vagy ilyen működési mechanikák, nem ezek a tipikus működési mechanikák vannak úgy általában a piacon is. És, és engem nagyon érdekel, hogy hogyan lehet ezt kétszeres, háromszoros, akár többszörös méretben csinálni. És ez most egy, ez most egy vízió, vagy egy misszió, hogy ezt építsük tovább. És ha, hogy megválaszoljam a kérdésedet, öt év múlva a Highfly Fly Labs egy, nagyon bízom benne, hogy hasonló kultúrájú, egy jóval nagyobb, de hasonló kultúrájú, és hasonló elvek mentén működő cég lesz.